Gratulálok a győzelemhez. Ugye már néhány meccs eltelt azóta, mióta vezetőedzőként is önnel nyert a csapat, de úgy tűnik, hogy a fejlődés töretlen, és ez biztos, hogy a szakmai stáb munkáját dicséri. A mai meccsen különösen jól játszott a csapat. Igen, azt gondolom, hogy a csapat a mai meccsen nagyon jól játszott. Nagyon sokat tettek a játékosok azért, hogy ilyen siker legyen. Maximális a dicséret, és az övéké az érdem. Mi megpróbáljuk hozzátenni a magunkét. Valamennyire tartottak az Ajkától, ugye elég jó eredményeik voltak az MB2 másik csoportjában. Természetesen, hát igazából felkészültünk belőlük, Gabi bácsi is látta őket, illetve szereztünk belőlük nagyon sok információt, úgyhogy felkészültünk belőlük. Tudtuk, hogy nagyon kevés gólt kapnak, nagyon stabil csapat. Úgy néz ki, hogy ma nem voltak túl stabilak. Milyen munka vár most a csapatra, hogy a hétvégén ismét nagyon fontos mérkőzés következik? Gyakorlatilag minden mérkőzésünk nagyon fontos mostanában. Holnap egészen biztos, hogy regeneráció van. Értelemszerűen, akik játszottak ma, azoknak mindenféleképpen, akik kevesebbet játszottak, azoknak valószínűleg lesz egy edzés. Próbáljuk őket is karbantartani, hogy a hétvégére esetleg, ha bárkire szükség van, akkor mindenféleképpen tudjuk őket használni. Pénteken lesz egy edzés, szombaton is, és aztán meglátjuk. Jól működik ez a Szapor Gábor, Tóth András, Fernando Festa szakmai hármas? Én azt gondolom, hogy igen. Jól megértjük egymást, közel azonosak tehát közel azonos a felfogásunk a futballról, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól működik. Nagyon-nagyon jól viszonyul hozzánk Gabi bácsi, úgyhogy folyamatosan egyeztetünk, megbeszéljük, kikérje a véleményünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó munkakapcsolat. Köszönjük szépen, és gratulálok!